Most csak védekezik, Oktedál viszont a rövid oldalon gyorsan tud majd jönni cserébe. Gros kiváló mérkőzése volt a kinti, a párharcban ez már a tizedik gólja, 2-0. A két nagy ágyú megszólalt egyből. Ugye Reinhardt továbbra sincsen az elég furcsa sérülése miatt, mert ez már nem van Grosstól, nehogy már két rossz lövés után elmenjen a kedve. Mindenesetre van lövőkedve a mai napon. A harmadik gólját szerezheti Ana Gros. Így megint visszaáll a három gólos különbség. Bámulatos, ahogy szórja a heteseit a különböző sarkokba. Szinte nem is lehet azt mondani, hogy van kedvenc sarka, mert fölülre, alulra, keresztbe, mindenfelé. Ez a minimum, amit elvárunk tőlük. Ez a büntető is bent van, 4 gólos már Ana Gros, akiről azért hosszú évek óta úgy beszélünk, mint a világ legjobb jobbátlövő játékosa. Van sok jó átlagos meccse, amikor csak 7-8 gólt szerez, akkor is úgy el van. Ő pontosan ezekért a mérkőzésekért jött Győrbe. Mert úgy gondolja Ambros Martin, hogy ezek Ana Gros számlájára írhatók. De ezek is. Egymás után negyedik gólja. Ő egy pár gólt. Összesen pedig már 5-nél tart. Az például 5-ször, hogy gólt szerezzen Ana Gros. Jó lesz 6-nak is. Már Fagerberg volt bent egyébként a kapuban erre a 7 méteresre. Ő sem járt nagyobb sikerrel, mint korábban Törn. Enzeminko. Oktedál. Gros. Gól! Kétszer annyi gólja van a Győrnek, mint az Odensének. Egyszerűen szinte mindenül, amit előkészítenek, bedobják. Hansen. Gros. Szép, megint vissza a rövidbe. Nyolc gólos Ana Gros. Nem tudom, hogy milyen lélekezés hozhat megváltást a mai napon a... Ez igaz. ...dánoknak. Ó, Gros! Azt hiszem, Ana Gros élvezi a játékot. Ő is. Ez volt neki a 9. Ó, van még ott a tarsolyban ilyen finomság. Az előbb lövőcselnek imitált, lövőcselnek zsöli lövés, most hasonló, de húzás. Igen, ha egy játékos van a világon a női mezőnyben, aki el lehet hitni, hogy egy nagyot fog lőni hetesből, az Ana Gros.